Oké, okay, akkor megosztom a képernyőmet, és akkor nyomassuk. Na nézzük, miből lesz a kvíz jövő, nem jövő héten, két hét múlva. Megosztottam a képernyőmet, mert... Jaj, egy pillanat. Oké, a kérdésem, hogy látszik-e most a e-learningnek a felülete? Igen, látszódik. Köszönöm szépen. Nézzük a jegyzetet. Szóval a jegyzetből... Az aktuális modul az ötödik modul, ezt kezdtem el a múltkor kivesézni, ennek nem értünk a végére, amint a végére érünk, onnantól kezdve fel lesz készülve a két hét múlva esedékes kvízre, tehát ebből lesz a kvíz. Mai órán megyünk tovább a következő modullal, de abból még nem lesz kvíz következő alkalommal. És akkor hol jártunk? Legutóbb, ugye a SAT problémáról volt szó, és a rezolúciós algoritmusról, arról az algoritmusról, amit nektek gyakorlaton mindenképp kellett venni, és remélem, hogy így is volt. Ilyen, vettünk egy másik algoritmus, a DPLL algoritmust, amit nem feltétlenül kellett gyakorlaton vennetek, de mintha azt hallottam volna, hogy Kusper tanár úrnál vettétek, ez igaz? Senkinek. Nem emlékszem ilyenre, múlt órán ZH-t írtunk nála. Aha. Jó. És rezolúció abban volt? Na jó, majd Kusper tanárról beszélek, hogy hol jár. Ebben a világban, vagy egy másikban. Mindenesetre a DPL ellené múltkor foglalkoztam, ma még egy kicsit ezzel foglalkozunk, aztán fogunk igazi szoftvereket futtatni, tehát ma egy kicsit demózni fogok, szoftvereket fogok futtatni, logikai problémákon is, akkor megnézzük, hogy hogyan analizálják ezeket a problémákat. De a DPL erre még egy kicsit hagy foglalkozzak. Nem tudom, megnéztétek-e itt ezt a fejezetet, van itt egy példa, ami bemutatja egy KNF formula esetén, hogy a DPL hogy működik. Ezt, ha még nem néztétek meg, mindenképp nézzétek meg, így bőven ki van fejtve, hát eléggé riasztó lehet ez a szöveg özön itt, de mindesetre bogarászátok át ezt. Mi most megnézzünk egy másik példát, van két feladat a következő alfejezetben, az egyiket mi most meg fogjuk oldani DPL algoritmussal. Azért is nézzük ezt meg megint, mert a SAT szolverek, amik közül ma egyet futtatni fogok, azok a DPL algoritmust alkalmazzák, vagy annak legalábbis egy továbbfejlesztett variánsát. Úgyhogy tudnotok kell ez a DPL, hogy működik, és hát még egyszer gyakorlaton nem biztos, hogy ezzel foglalkozni fogtok. Na, hogy mutassam ezt meg? Ezen gondolkodom. A múltkor ugye itt EndNote-ban próbálkoztam különböző formulákat írni, de hát nekem az nagyon nem tetszett. Na mindegy, legyen whiteboard, akkor megnyitok itt egy új whiteboardot, egy pillanat, Teams-ben. Jaj, ez mindig olyan időigényes. Közben itt dumálok, tehát meg fogjuk oldani ezt a második feladatot. Elég hosszú ez a KNF, amit ugye ki akarunk analizálni. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Meg akarjuk határozni, hogy ez most kielégíthető, ez a formula, vagy kielégíthetetlen. Az a SAT vagy ANSAT. Szuper, ezt kaptam a Teams-től, nem tudok egy whiteboardot megnyitni.
Jó, akkor nyitok egy Google Docs-ot, dokot, jobban mondva. Ugyanis Google Docs is szépen támogatja a tech parancsokat, aztán múltkor mutogattam nektek, hogy lehet gyorsan ilyen formulákat begépelni. Igen, mindjárt ott vagyunk. Igen, igen, igen. Na! Oké. Na hát akkor beszúrok egy equation-t, és akkor ide lehet begépelni formulámat, ami most hogy néz ki, nézzük csak. Nem x1 vagy x2 és x1 és nem x2 vagy x3, ugye ez egy KNF, ezek a bezárazott részek a close-ok, tulajdonképpen ezeknek a close-oknak egy listáját kell felírnom, ugyanúgy, hogy csináltuk azt rezolúciónál. Az első close az nem x1 vagy x2, nem x1. Vagy x2. Következő. Ő x1 vagy nem x2 vagy x3. Itt lehet editálni a, hoppá, nem ezt akartam, editálni a már beírt formulákat, x1 vagy nem x2, jól emlékszem, vagy x3. Pontosan, következő az majdnem ugyanez, csak nem x3 van a végén, copy-paste. Aztán következő majdnem ugyanez, itt egyik változó sincs negálva. Aztán van egy nem x1, nem x2. Vagyunk, és végül x1, x2, vagy nem x3. Az a kérdés, hogy ez a close halmaz most szat, elégíthető vagy unsat. A szat az azt jelenti, hogy minden egyes close egyszer csak igazzá válik. Ezt mondhatnánk, hogy minden close az lesz. Ennek az ellentétje az unsat, az a kielégíthetetlen. Ezt úgy lehetne talán megfogalmazni, hogy létezik olyan close, ami meg milyen. Hoppá. Ugye, nem igaz, az az hamis. Hát ezt kell eldönteni, hogy a kettő eset közül most melyikkel állunk szemben. Igazát tudjuk-e tenni az összes close, tehát mind a hatot, úgyhogy, mit tudom, az x1-et beállítjuk hamisra, az x2-t igazra, az x3-at meg megint hamisra, tehát keresünk egy interpretációt, amiben minden close igaz, vagy minden interpretációban fogunk találni legalább egy hamis klúzt. Ebben az esetben kielégíthetetlen ez az eredeti formula, ez a CNF. Ugye, és van a klúzok között, ezért igaz az, amit ide felírtam. Na, és akkor ezt DPL-el fogjuk megoldani, DPL algoritmussal. Keressük meg a DPL algoritmusnak a pseudokódját, amit múlt alkalommal tanultunk. Vagy először is, ugye így ábrázoltuk a DPL algoritmus működését, ha van, mint fönt látjátok a tetején a diának egy ilyen CNF-etek, bocsánat, KNF-etek, azaz tulajdonképpen egy close listátok, mint ez itt, akkor elkezditek az egyes változókat hol igazra, hol hamisra állítani, minden egyes csomópontban döntötök, hogy egy adott változót most milyen értékűre akartok beállítani, és akkor egy idő után ki fog derülni, hogy most szat vagy unsat esettel álltok szemben, a piros az jelzi az unsat esetet, jobban mondom, azt az esetet, amikor találtok hamis klúzt. Találtok egy hamis klúzt, akkor zsákutcába jutottatok, akkor vissza kell fordulni, vissza kell menni az előző elágazáshoz és másik irányba indulni.
tulajdonképpen mi zöld esetet keresünk, ha már egy darab zöld esetet találunk, tehát egy olyan interpretációt, ahol minden clue igazzá válik, akkor kész vagyunk. Akkor megválaszoltuk a kérdést, ez a clue halmaz szat, azaz kielégíthető. A pseudo kódját így írtuk fel, Murgra DPL-nek, ugyanis ezt fogjuk használni. Itt két paraméter van az algoritmusnak, jobban ennek a DPL függvénynek, vagy eljárásnak inkább. Maga a clue halmaz, ez lenne az, tehát ez az, amit én S-sel jelölök a pseudo kódban. Ez lenne az a bizonyos S, clue halmaz. Van egy i paramétere, az az aktuális interpretáció. Hát az DPL algoritmus, itt azt hiszem ezt írtam is az előző dián, úgy indul, hogy az interpretációt kezdetben, itt látjátok a sárga dobozban, üresre állítjuk, tehát kezdetben az interpretációban nincs semmi, aztán így elemenként fogjuk kiegészítgetni ezt az interpretációt. Erre látnotok erre. Na, itt most nem tudok firkálni a diáimra. Na, az bár miért nem tűnik el. Na mindegy. Itt a negyedik lépésben láttok két olyan sort, ahol meghívjuk a DPL függvényt, jobban eljárást, és az i-hez hozzáadunk egy új elemet, tehát ez az i-interpretációt lépésről lépésre fogja a DP-rel kiegészítgetni. Na, kezdjük. Tehát kezdetben az i-interpretáció az üres. Egyenlő üres halmaz, ezt most így fogom jelölni. Akkor elindítjuk ezt a DP-rel algoritmust. Az elején van egy lépés, amit unit propagációnak nevezünk, ami azt jelenti, hogy az összes unit clue-t, azaz egy elemű clue-t, itt láttok például egy egyelemű clue-t, remélem a mouse pointeremet látjátok, a C1 clue-ban ugye egy elem van, egy literál a P, az összes ilyen egyelemű clue-t hozzáadjuk az interpretációhoz. Hát ha most megnézzük a clue halmazunkat, abban nincs egyelemű clue, csak két elemű, meg három elemű clue-ok vannak, tehát unitot nem tudunk propagálni, majd később fogunk. Tehát az egyes ponttal megyünk tovább. Második pontban, harmadik pontban ugye azt vizsgáljuk, hogy vajon esetleg nem tudjuk már eldönteni, hogy most zsákutcába kerültünk, vagy esetleg megtaláltuk az eredményt, azaz kiderült, hogy kielégíthető a clue halmaz. Itt most semmelyik clue-ról nem tudjuk, hogy igaz-e vagy hamis. Úgyhogy megyünk a negyedik pontra, ami a döntés, ami itt a fában ugye egy ilyen elágazást jelent. Na most, amikor döntünk valamit, akkor választunk egy x változót, mint itt írom is, bármelyik x változót választhatjuk, x1-et, x2-t, x3-at, akár random is választhatunk közülük, és először megpróbáljuk az x1-et igazra állítani, megnézzük, hogy akkor mi történik, ha az az irány nem jön be, visszajutunk, mint zsákutcából, akkor megpróbáljuk a másik irányt, az x-et, az x változót hamisra fogjuk állítani. Na, akkor ezt csináljuk most, válasszunk egy változót, random. Bármelyiket választhatjuk, én most az x1-et fogom választani, mert az van elő a sorban, és akkor ezt igazra állítom először, és megnézem, hogy mi történik. Na most az igazra állítást azt úgy fogjuk reprezentálni az interpretációban, hogy beírjuk ide x1-et, ha esetleg hamisra állítanánk x1-et, akkor meg egy negációt fogunk elérni. Most igazra állítjuk az x1-et, és megnézzük, hogy mi történik ebben az interpretációban, hogy nézzük meg, meghívjuk az eljárást, azaz ugrunk az eljárás elejére, és akkor újra kezdjük a lépéseket. Na most megnézzük, hogy van-e már unit, tudunk-e unitot propagálni, és az a jó hírem, hogy van unit, bár még mindig csak kettő meg három elemű clue-okat láttok, viszont az egyik változónak az értékét már lefixáltuk, ugye azt mondtuk, hogy legyen igaz. Ha az x1 igazra van fixálva, akkor itt az első clue-ban rögtön a nem x1-nek mi az értéke? Hamis. Tehát x2-nek igaznak kell lenni. Így van, pontosan. Tehát a nem x1 értéke hamis ebben az interpretációban, ezért ha mi most minden clue-t igazra akarunk állítani, mert ez a cél, akkor itt az x2-nek muszáj igaznak lennie. Ő az egyetlen változó itt a clue-ban, ami még nem lett hozzárendelve, tehát rajta áll vagy bukik, hogy ez a clue igaz lesz-e vagy sem. Muszáj igazra állítani az x2-t.
Köszönöm szépen. Tehát ebben az interpretációban ez az első close unit, és hát itt van ez úgy nagyjából leírva ezen a dián, olyan close nevezünk unitnak, amelynek pontosan egy darab literája még nincs hozzárendelve az adott interpretációban, tehát még az ő értéke változatlan, hát x2 itt még nem változatlan, határozatlan, x2 itt még határozatlan. Mit ír a DPLL? Itt az első pontban adjuk hozzá a unitot az interpretációhoz. Ez azt jelenti, hogy itt az unitunk, ugye az x2, ez a határozatlan litera, ezt hozzáadjuk az interpretációhoz, ide beírom az x2-t. Neki is igaznak kell lennie. X1 is igaz, meg x2 is igaz most ebben az interpretációban. Menjünk tovább. Na most, ha tudunk még unitot propagálni itt az első pontban, tegyük meg, az van ideje, hogy az összes unitot propagálnunk kellene, tehát nézzetek rá megint a close-okra, és mondjátok meg nekem, láttok-e unitot akkor, hogy ha az x1 is, meg az x2 is igazra van állítva. Én nem látok, viszont látok egy érdekességet. Az egyik close-zal probléma van, nem tudom, látjátok-e. Az egyik close sajnos hamissá válik ebben az interpretációban. Ha az x1 is, meg az x2 is igazak, akkor melyik close lesz hamis? Az utolsó előtti, a nem x1, nem x2 lesz hamis. Pontosan. Ebben az, köszönöm, ebben a helyzetben az egyik close hamissá válik. Na ez van a második pontban megcélozva ez az eset. Ha valamelyik close-ról észrevesztek, hogy hamissá vált az adott interpretációban, akkor zsákutcába jutottatok, tehát akkor egy piros ponton álltok. Ebben az esetben mit kell csinálni? Múltkor beszéltünk a backtrack keresésről, vissza kell fordulni, el kell menni a legutolsó elágazásig, tehát ahol döntenünk kellett, és akkor kipróbáljuk a másik irányt. Ez most itt a pseudokódban úgy van leírva, hogy egy return utasítást adunk ki itt a kettes pont végén. Nem tudom, hogy ezzel foglalkoztatok-e már esetleg magas progon, vagy esetleg középiskolában. A return az mit csinál? Ugyan programozásban, C-ben, vagy C-sárban, vagy Java-ban. Ad egy visszatérési értéket. Hát ebben az esetben nem ad visszatérési értéket, de visszatér. Ugye az lenne az ő feladata, visszatér arra pontra, ahonnan meghívtuk ezt az eljárást. Ezt az eljárást itt a négyes pontból hívtuk meg, mégpedig a négyes pontnak az első kis pöttyéből, amikor a változót igazra állítottuk. Tehát ide térünk vissza. Tehát legutóbb ez volt itt a helyzet. Ezt a döntést hoztuk, hogy x1 legyen igaz. Visszatérünk erre a pontra, és most megpróbáljuk az ellentétes irányt, azaz az x1-et most hamisra állítjuk, tehát kipróbáljuk a másik irányt, x1 legyen hamis. Itt a négyes pont második pöttyében, tehát újra meghívjuk a DPLL eljárást most ezzel a másik interpretációval, és akkor megnézzük, mi történik. Na nézzük meg, ugyanaz kezdődik újra előről. Nézzetek rá az első pontra, van-e unitunk, amit hozzá tudnánk adni az interpretációhoz. Tehát ha most az x1-et hamisra állítottuk, nézzetek rá a close-okra, és mondjátok meg, hogy van-e olyan close, ami unittá válik. Így azt kell nézni, hogy ha x1 hamis, akkor esetleg valamelyik literál hamissá válik-e. Hát ez, amit itt kijelöltem, ez nem, ez igaz lesz. Tehát ez a close, az első close most ez esetben igaz, tehát ezzel nincs semmi dolguk. Ugye ez a cél, emlékeztek, ide van írva, hogy minden close-t igazzá tegyünk. Az első close ebben az interpretációban igaz, tehát mehetünk a következő close-ra. Ebben az interpretáció, ebben a close-ban az x1 értéke milyen? Hamis. Hamis. De ettől függetlenül ez a close nem lesz unit, mert benne két határozatlan literál van. Szóval nem tudjuk egyikre se azt mondani, hogy ennek most konkrétan muszáj igaznak lennie, vagy muszáj hamisnak lennie. Úgyhogy megyünk tovább. Hát ugyanez igaz erre a close-ra, meg erre a close-ra, egyik sem unit. Ez a close igaz, ez a close sem unit. Tehát most nem tudunk unitot találni, úgyhogy megyünk kettes, meg hármas pontra.
Hát ha végignézitek, ebben az interpretációban egyik plusz sem hamis, úgyhogy nem kell returnölnünk. Az sem igaz, hogy mindegyik clues egyes lenne, hát van két clues, ami egyes, ebben az interpretációban, de van négy, ami határozatlan értékű, tehát a hármas ponttal sem tudunk mind kezdeni, hogy megint döntenünk kell a négyes pontban. Megint kell választanunk random egy változót, és ahhoz először igazat, majd hamisat rendelni. Hát szerintem megint csináljuk azt, hogy választjuk a melyik változót szeretnétek, X2-t vagy X3-at, nekem mindegy. Ez én nektek is. Akkor válasszuk az X3-at, jó? Az X3 változót választom, ő hozzá rendelek először igazat, itt a 4-es pont első pöttyében, és akkor nézzük, hogy mi történik, megint meghívjuk a tépel eljárást. És akkor megint ugrunk előre. Nézzük meg, hogy van-e unitunk az első pontban. Na nézzétek meg, X1 hamisra van állítva, X3 igazra. Hát ezeket a klózokat kéne megnézni esetleg a 4 klóz közül, 3 hosszú klóz közül valamelyik unittá válik-e. Mit gondoltok erről? Ebben az igen? Az utolsóban az X2 esetleg. Igen, az utolsó. Nagyon jól mondod. Az utolsóban az X1 az hamis lesz, az nem X3 hamis lesz, tehát magyarul az X2-nek muszáj milyennek lennie? Igaznak. Igaz. Így van. Tehát az X2-nek muszáj igaznak lenni, az utolsó plusz miatt ezt a unitot, az X2-t belerakjuk az interpretációba. Remélem ez világos volt, ez egy fontos rész volt, és köszönöm a segítségedet. Na, hát akkor nézzetek rá most a klózokra. Valamelyik esetleg közben hamissá vált? Tehát a kettes pont szerint zsákutcába jutottunk? Zsákutcába kellett volna jutnunk. Melyik klóz válik hamissá? Hát nyilván az a klóz, amiben pont ellentétes negálással szerepelnek ezek a változók, tehát amiben az X1 negálatlanul van, az X3 meg az X2 pedig negáltan, itt látjátok a harmadik klóz ilyen. Tehát ez a klóz ebben az interpretációban hamis. Remélem jól gondolom. Ergo zsákutcába jutottunk, piros pöttyben vagyunk, returnölünk, visszamegyünk a legutolsó döntéshez. Ugye az volt a legutolsó döntés, hogy az X3-at igazra állítjuk. Az X2-t már csak unit propagáció miatt vettük be. Tehát ez volt az utolsó döntés, X3-at igazra állítottuk. Most a 4-es második pöttyében kipróbáljuk a másik irányt, nézzük, mi történik, ha ő hamis. Megint meghívjuk a TPL-et, megint erről kezdünk, tudunk a unitot propagálni ebben az esetben. Tudunk, de melyik klóz miatt? Hát például emiatt itt, a második klóz miatt. Úgyhogy az X1 is, az X3 is hamisak, muszáj a nem X2-nek igaznak lenni, ergo X2-t hamisra muszáj állítanunk. És hát, hogy kicsit gyorsítsak, ezt mondjátok meg ti, ebben az interpretációban melyik klóz lesz hamis? A negyedik? Nagyon jó, a negyedik. Ugye pont ellentétesen vannak a negálások. Így van, pontosan. A negyedik lesz hamis, tehát ebben az esetben is zsákutcába jutottunk. Itt is returnölünk, ugye a kettes pont végén, tehát visszamegyünk a négyes pontba. Már kipróbáltuk mind a két irányt, ami X3-ra vonatkozik. Kipróbáltuk, mi történik, ha X3 igaz, kipróbáltuk, mi történik, ha X3 hamis. Mind a két esetben zsákutcába jutottunk. Ezért még egyet kell visszalépnünk az előző ellágazáshoz, az előző döntéshez, ahol az X2-höz rendeltünk értéket, de már X1-hez, de már X1-hez is próbáltam igazat rendelni, hamisat, minden esetben zsákutcába jutottam, tehát innen is vissza kell lépnünk egyet, és végül ki fog ürülni az I. Na és ez az az eset, amit figyelünk itt az ötödik pontban. Ha kiürül az I, ne felejtsétek el, hogy üres I-vel indultunk, és most újra kiürült az I, akkor tudjuk, hogy minden esetet végignéztünk, és semmelyik eset sem vezetett megoldáshoz, minden irány zsákutca volt. Ez annak felel meg, mintha itt a... Várjátok, csak volt egy ilyen jó labirintusos képem a jegyzetben. Mint egy bolyonganánk egy labirintusban, keresnénk a kincset,
és nem lenne kincs a labirintusban. Tehát bárme, vagy totál körbe lenne zárva, elérhetetlen lenne. Következőben minden zsákutca, és egy idő után visszatérnénk a kiindulási ponthoz. Innen tudnánk, hogy sajnos minden irányba zsákutca van, és nincs megoldás. Na, pont ezt értük most át. Szóval ebben az esetben a válasz az, hogy az eredeti close halmaz az S, az ansat. Az eredmény. Van-e kérdésetek? No. Jó. Készültök a kvízre, akkor mindenképp nézzétek meg tehát itt a DPLR fejezetben a példát. Ez egy olyan példát mutat, aminek az eredménye nem ansat, hanem szat lesz, tehát itt kielégíthető lesz az eredeti formula. Nézzétek meg, hogy mi történik. Ugye itt fogunk találni egy interpretációt, ami igazzá teszi az összes clue-t. És hát a feladatok közül megoldhatnátok az elsőt. Én megoldottam most a másodikat, az első az könnyebb, azt oldjátok meg DPLL-el, és akkor lássuk, ez a formos szat vagy anszat. Na, ez volt egy ilyen jó félórás ismétlés, úgyhogy megyünk tovább, ha nincs kérdésetek a szatszolverekre. Itt elég bőven írok a szatszolverekről, bővebben, mint a diákon, de a diákon is azért követhető a dolog, úgyhogy most nézzük a diákat. Mik azok a szatszolverek? Azok a szatszolverek, mint már emlegettem, tulajdonképpen szoftverek, amelyeket le tudtok tölteni, installálni tudtok, futtatni tudtok, és hát ezek a szatszolverek, mint a nevük is mondja, csak arra valók, hogy ti betoljatok nekik egy logikai formulát, mindenképp KNF-ben, azaz mindenképp, mint close-oknak a sorozatát, tehát ti betoljátok ezeket a close-okat, majd mindjárt kipróbáljuk egy szoftvernek, egy SAS-szolvernek, és ő kianalizálja nektek, megadja a végén a választ. Ez a close halmaz most kielégíthető, az a SAT, vagy kielégíthetetlen ANSAT. Majd beszélek arról, hogy azon kívül, hogy mi ezzel most így eljátszunk, milyennek a jelentősége a való életben, milyen hatalmas problémákat, logikai problémákat analizálnak mi SAS-szolverekkel. De egyelőre csak játszunk ezekkel a SAS-szolverekkel egy kicsit. A legtöbb SAS-szolver, nagy mázli, open source, tehát nyílt forráskódú, megtaláljátok mondjuk a GitHub-on, le tudjátok klónozni, buildelitek, installáljátok, futtatjátok. Itt három SAT-szolvert említettem meg, a Dian, a Minisat az, amit mi használni fogunk, vagy annak legalábbis egy változata. Itt a mini szó abból ered, hogy nagyon kicsi a kódbázisa ennek a szolvernek, ami az előnye, tehát annyira optimalizált maga a forráskód, hogy egész kis méretű, nagyon kompakt, tulajdonképpen a mérnöki, egy mérnöki csúcs teljesítmény mondhatnám így. Ezért nagyon sokan használják ezt a mini szatot, és erre építve építik fel a saját szolvereiket. Van itt egy változat a mini szatnak, amit mi is használni fogunk, mert lusta voltam, és nem akartam installálni, legalábbis Windows-on nem. Van egy Linux-os partícióm is, de itt a Teams, bár Teams-et is lehet Linux-on használni, nem mindegy, Windows-ról szoktam itt előadást volt tartani, ezért ezt most nem volt kedvem installálni a gépen, de online van egy felület, ahol eléritek a Minisat-nak egy továbbfejlesztett változatát, amit egyébként egy magyar srác fejlesztett, bizonyos Sós Máté, aki jelen pillanatban, jól tudom, a Szingapúri Egyetemen dolgozik, mint kutató. Jaj, de lassú. Nem az ő szolvere lassú, hanem maga a net, és remélem, ti tudjátok követni az előadást. Jaj, de lassú. Na mindegy, közben dumálok tovább. Vannak egyéb szatszolverek, a Glucose, ha jól tudom, egy francia fejlesztés, a Lingeling egy osztrák,
amerikai fejlesztési szolver, meg minden. Na vissza, betöltött végre a kép, a weboldal, itt egy online felület nyílik meg ehhez az úgynevezett kriptominiszat szolverhez, ami ennek a Máténak a szolvere. Hát egy ilyen jó konzol alkalmazás, kinézetű felületet kaptok, ezt fogjuk majd használni. Na majd ide mindjárt visszatérek. Ha jól emlékszem, a jegyzetben vannak egyéb szolverek is megemlítve, mondjuk ez a Cadical. Igazság szerint minden évben kijönnek újabb és újabb szolverek, rengeteg szatszolver van. Annyira sok szatszolver van, hogy ezeknek minden évben megrendezik a versenyét. Nagyon durva, még ilyen verseny is van, ahol a szatszolverek neveznek be, jobban mondva szatszolvereket neveznek be. És ez minden évben megrendezésre kerül, idén is volt. És az a jó ebben a versenyben, hogy az ipari cégek, akik ezeket a szatszolvereket a mindennapokban használják, és iszonyat nagy problémák elemzésére használják, ezek a cégek árgus szemmel figyelik ennek a versenynek mindig az aktuális mezőnyét, és talán mit is mutassak itt nektek ezen a weboldalon. Hát ilyen látványos eredményeket nem tudok mutatni, talán csak annyit érzékeltetnék, hogy rengeteg sok szolver van itt az első osztalban, látjátok, hogy hány szolver nevezett be erre a versenyre, és akkor a cégek tulajdonképpen azt nézik, hogy ki a legjobb. A legjobb meg úgy dől el, hogy megnézik, hogy melyik az a szolver, amely a legtöbb problémát meg tudta oldani. Mondjuk itt látjátok, hogy az első, ez a VBS, megoldott 157 olyan problémát, ami SAT volt, azaz kielégíthető, és több mint 5000, majdnem 6000 olyan problémát, ami kielégíthetetlen volt. Jaj, bocsánat, ez a Clean Maple Pre-Pro, ilyen nemű szolverek is vannak, ami az első helyre került így. És akkor látszik, jelen, első helyre? Igen, első helyre. A lényeg, hogy ezek a cégek szeretnének szerződni a leggyorsabb szolvernek a fejlesztőivel, és használni a saját céljaikra, de majd erről beszélni fogok. Mi most kipróbáljuk az egyik ilyen szolvert. Az, hogy kipróbáljuk ezt a szolvert, meg kéne értenünk, hogy mi ez a felület, mit látunk itt. Hát a felső doboz, az az input mező, ide kell begépelnünk tulajdonképpen a megoldandó problémát, mint azt mindjárt fogjuk csinálni, alul pedig látjuk a másik dobozban a szolvernek a kimenetét. Mi ez? Kérdezhetnétek, mi ez a fura szöveges formátum? Hát amit láttok, az az úgynevezett Dimax formátum, vagy Dimacs magyarosan. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a KNF-ünket, vagy jobban mondva a close listánkat ebben a formátumban kell felírni. Nagyon egyszerű a formátum, figyeljetek, és majd segítsetek, hogy felírjuk ezt a 6 darab closed Dimax formátumban. Mi történik? Az történik, hogy először is besorszámozzuk a változóinkat, hát ez már megvan oldva ebben a feladatban, be vannak sorszámozva, itt van az első változó, második változó, harmadik változó, innentől kezdve a nevük nem érdekes, csak a sorszámuk. Ezt a sorszámot fogjuk leírni itt az input mezőben. Majd itt alul itt láttok egy példát is. Na nézzük, hogy néz ki az első klózom. Nem x1 vagy x2. Hát az ugye nem az x1-nek 1-es a sorszáma, az x2-nek 2-es a sorszáma. Még a negációt lenne valahogy jó jelölni. A negációt hogy jelöljük? Ki van itt emelve, egy negatív előjelet rakunk a sorszám elé. Tehát akkor az egyesből itt lesz mínusz egyes, mínusz egy kettő. A két literál közé bármilyen whitespace karaktert rakhattok, szóközt, tabulátort, akár entert is nyomhattok, nem számít. Az viszont fontos, hogy a closed, ha beírtátok, akkor le kell zárni egy végjellel. Ez lehetne ugye pontos vesző, hogyha C-sharpból indulunk ki, az a helyzet, hogy Dimax-ben nem pontos vesző, hanem nulla a close végjel. Azért választották a nullát, mert tulajdonképpen így a Dimax tartalmatok csupa számokat fog tartalmazni. Úgyhogy egy nagy számsort fogunk látni, vagyis nem mi, hanem a szatszolver, és így neki könnyebb lesz ezzel
tevékenykedni. Na nézzük a következő pluszt. X1, vagy nem X2, vagy X3. Ezt hogy írjam le számsorként Dimex formátumban? Segítsetek. X1, vagy nem X2, vagy X3. Oké, akkor ezt még beírom. X1, nem X2, X3, lezárom. Ennyi az egész. Vagytok még itt páron? Még páron vagytok. Igen. Oké, értitek ezt? Nézzük, igen, hogy értitek-e, jön a következő. X1, vagy nem X2, vagy nem X3. Na, mit írjak be? X1, vagy nem X2, vagy nem X3. 1, mínusz 2, mínusz 3, 0. Így van, nagyon jó. 1, mínusz 2, opá, mínusz 2, mínusz 3, 0. Úgyhogy nagyon köszönöm szépen, nagyon egyszerűen jön, mi lesz a következő. 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. Következő remészen mínusz 1, mínusz 2, 0. Így van, és akkor jön az utolsó. Kész is vagyok. Le is futtatjuk, jó? Várjatok, nem. Nem, még ne futtassuk le. Itt a Kritin Minisat oldalán vannak még egyéb sorok C-vel kezdődőek, ezt már kitaláltatok, hogy ezek a kommentek, tehát C-vel kezdjétek a sort, és akkor írhatok kommentet, és akkor beírhatjátok ide például, hogy na nézzük, szat vagy anszat, megnyom ezt a play gombot itt a jobb felső sarokban. Már meg is történt, végzett is a szat, szóval lehet kicsit gyorsabb volt, mint mi az előbb. És akkor igazából itt rengeteg ilyen debug üzenet jön. Ilyen ellenőrző üzenetek például, hogy hány close-t sikerült beazonosítani, hány változót. Itt látszik, hogy másfajta close-okkal is el tudna bánni ez a solver. Nem sima close-ok, hanem XOR, azaz kizáró vagy close-okkal. Meg itt ír mindenfajta olyan dolgot, amiről bevallom, nekem sincs sok fogalmam, néhányról azért van mindenfajta statisztikát, és majd erre visszatérünk. Hát mi a legfontosabb itt ebben a nagy szöveghalmazban? Ez a sor. Kielégíthetetlen. Kielégíthetetlen. Tehát ő is ugyanazt a választ kapta, köszönöm. Ugyanazt a választ kapta, mint amit mi kaptunk, ez egy kielégíthetetlen close halmaz. Ennyi. Tehát ne, gondolom nem volt túl izgalmas, amit láttatok, de ez a jó, hogy nem volt izgalmas, mert hirtelen történt meg a pillanat töredék alatt, hogy ő megoldotta ezt a problémát, és kiköpte a megoldást. Annyira nem okozott neki ez bármiféle erőfeszítést, hogy itt a statisztikában is tulajdonképpen minden nulla. Például nulla darab eldöntést csinált. Ugye mi csináltunk két darab eldöntést, hogy az X1 most hamis vagy igaz legyen, az X3 hamis vagy igaz legyen, ő még ezt sem hozta meg valahogy, kioptimalizált ezt az egészet. Nem kellett propagálni, ugye mi unitokat propagáltunk neki, nem kellett, ő már az elején valahogy, itt, ezen a ponton, a nulladik mélységben, tehát a legelején már megoldotta a problémát egy pillanat alatt. Nem tudom, futásidőt mért? Nem látom, hogy miért volna. Na, mindegy. Szóval egy pillanat alatt. Na, hát ezek a szatszolverek. Más feladatot nem fog megoldani. A jegyzetben találtok konkrét példákat. Ezeket is nézzétek át. Talán videó is van. Ó, van videó is. Szuper. Jó, nézzétek át, hogyan írunk át formulákat, Dimex formátumban, hogy oldjuk meg azokat szatszolverekkel, vannak feladatok is, nagyon egyszerű ezeket megoldani. Talán még mutatnék itt egy példát, most kicsit hekkelgetek itt, kicsit változtatgat, mondjuk kitörlök egy close-t, jó? Kitörlök egy close-t, és akkor nézzük, hogy még mindig kielégíthetetlen a close halmaz, nem, ezzel már kielégíthetővé vált. Itt felül a jobb felsőben is írja, hogy sat, de itt írja a sorok között is satisfiable. Itt már látszik, hogy nem minden nulla statisztikában, bár majdnem minden nulla, de valami restartolás kellett elvégeznie közben, bármit is jelentsen az. Tehát egy kicsit már jobban megizzadt, de igazából nem izzasztottuk meg. És ami még fontos,
az az utolsó sor. Na ez mi lehet vajon? Ugye most az derült ki, hogy SAT, azaz Satisfy-ből kielégíthető a formula. Mit látunk itt alul? Valakinek van-e ötlete? Minusz egy, kettő, három. Egy, ez az alapján jött rá. Igen. Ez alapján jött rá, tehát ez az interpretáció, amiben az összes clues, mind az öt igazzá vált. Kitalálta, hogy az első változót hamisra kell állítani, a másodikat meg a harmadikat pedig igazra, és akkor igazzá válik az összes clues. Ezt ellenőrizhetjük, például itt az első clues mondjuk a kettes miatt igaz lesz, hiszen a kettest ugye igazra állítottuk, ugyanígy a második klóz a hármas miatt lesz igaz, hát nyilvánvalóan ez a harmadik klóz a kettes meg a hármas miatt is. A negyedik klóz, ugye amiatt, mert az egyes változót hamisra állítottuk, tehát az első literája igaz lesz. Ergo az összes klózt ez az interpretáció igazzá teszi, tehát megtaláltuk a megoldást. Végül kiköpi nekünk azt az interpretációt, amiben igazzá vált az összes klóz. Közben kérdés, mindenképp mondjátok. Amit meg akarok mutatni, az itt alul látható a dián. Ez az úgynevezett kriptominiszat szatszolver nem követeli meg tőlünk, de bizonyos más szolverek megkövetelhetik, hogy beírjunk egy fejlécet mindig a fájl elejére. Ez valamilyen okból kifőleg mindig PCNF-fel kezdődik, ami után két számot kell megadnunk. Az első szám, hogy hány változónk van, a másik, hogy hány klózunk. Na most hány változónk van, ugye 3, hány klózunk van, ebben az esetben 5. Ezt így mindig meg kell adni, ezt már nem kell nullával zárni egyébként. Ez egy fejléc, milyen technikai információkat közöl a SAT szolverrel, nem neki kell összeszámolni az elején a változókat és a klózokat. Úgyhogy ez próbáljátok hozzászokni, hogy ezt érdemes odabigyeszteni. Mint elmondtam nektek, a való életben, akár itt a szatszolverek versenyén, de akár az ipari cégeknél, ahol bazinagy problémákat oldatnak meg szatszolverekkel, nem ilyen játék problémákat, mint amiket én most megoldattam, ott bizony, ha ránéztek például erre a példafájra, baromi sok változó lehet, és baromi sok close. Itt nézzétek meg a fejlécet ebben a Dimex fájban, aminek csak az első nagyon pici szeletét szúrtam be, majdnem 60 ezer változó van, és több mint 300 ezer close. Csak képzeljétek el, mekkora irgalmatlan méretű Dimex file lehet ez. Úgyhogy ezzel is megyek itt tovább, ha nincs közben kérdésetek, és ugrok a következő diasorra. Kérdezzetek, ha van bármi, kérdőjel bennetek. Szóval a következő diasor pont ezzel indítom, hogy a való életben, főleg kint az informatikai iparban, a szatszolvereket baromi nagy problémákon, baromi nagy Dimex fájlokon futtatják. Itt alul írom, hogy akár gigabájtos méretű ilyen Dimex file formátumok is előfordulnak, sőt, ez a jellemző az ipari méretek. Az ipari méret ezt jelenteni, gigabájtos Dimex file méretek. És tényleg használják a cégek, főleg a nagy cégek a szatszolvereket, tehát ők igazából azt csinálják, ha mondjuk veszünk egy hardware gyártó céget, hogy mondjuk vesszük az Intel nevű céget, aki pont a laptopomba a CPU-t gyártotta, hogy pillanat, keresek valami jó pufa képet, hogy veszik ennek a CPU-nak mondjuk, ami a gépemben van az áramkörét. Hát ez most egy nagyon egyszerű áramkör, gondolhatjátok, hogy egy Core i5-ös procinak nem feltétlenül ennyi az áramköre, hanem rohadt nagy, nagyon sok logikai kapuval. És ezt az áramkört szépen átírják KNF-be, tehát egy KNF-ben
felírt logikai formulára. Egyébként erre tanultunk például a Zeitin transformációt, meg a Priestley-Greenbaum kódolást. Tehát itt tulajdonképpen klózoknak egy halmazát kapják végül, amit aztán átírnak Dimex formátumba, amit aztán benyomnak inputként egy SAS solvernek. És hát így a SAS solver két eredményt adhat. Az egyik eredmény az lehet, hogy van SAT, mint hogy mi is látunk erre példát. Másik pedig azt jelenti, hogy SAT. Hát az a kérdés, hogy most ez a cég számára mit jelent? Mit jelentenek ezek a válaszok? A eredeti áramkörre nézve, hogy az most jól működik, vagy hibásan működik, vagy mit jelent ez? Na majd ezzel mindjárt foglalkozunk, és itt a kérjelek helyére beírjuk a megfelelő választ. Egyelőre azzal szeretnék foglalkozni, hogy ez a Dimex file, amit előállítanak, ez baromi nagy lehet. Még egyszer mondom, akár gigabájtos méretű. Ez az egyik probléma. Másik probléma, hogyha ránéztek egy ilyen file-ra, hát egy csomó számot láttok, visszafejtetlen, hogy ez most ez a Dimex file most mit akar mondani mondjuk az eredeti áramkörről? Vagy mit akar mondani arra, nem csak áramköröket lehet majd analizálni, hanem mondjuk forráskódokat. Mit akar mondani arról a forráskódról, amit szeretnénk kianalizálni? Vagy esetleg, ha van egy szöveges feladat, amilyen feladatokat találtatok itt a jegyzetben is, vagy a gyakorlati órán is vettetek, az eredeti szöveges feladatra nézve ezek a számok most mit jelentenek? Tehát az a baj, hogy nehezen dibagolható a Dimex tartalom, valami hiba van, valahol nehéz kijavítani. Tulajdonképpen nagyon hasonlít a Dimex formátum a gépi kódra. Azt történik, ha programoztok, például C-sharpban megírjátok a programot, lefordítatjátok a C-sharp fordítóval, és a C-sharp fordító egy gépi kódú fájl fog létrehozni, az exe fájlotokban gépi kód lesz, tulajdonképpen hát kicsit leegyszerűsítem, de számoknak a sorozata. És ha ránéztek a gépi kódra, már nem tudjátok kitalálni, hogy az eredeti forráskódban mi volt, hol volt egy ciklus, hol volt egy int változó, vagy ilyesmi. Szóval ez olyan, mint a gépi kód. Tulajdonképpen a Dimex a logikának a gépi kódja, és ennek minden nehézségével együtt, minden nehézségét ennek hozza is magával. Ezért mi most tanulunk itt a következő modulban és diasorban egy másik megközelítésről, amit SMT-nek neveznek, ez egy betűszó, majd elmondom nektek, hogy honnan jön ez a betűszó, de igazából egy kicsit spoilerezzek, vagy teaserezzek, a lényeg az itt látható. Próbáljuk magasabb szinten megfogni a megoldandó problémát. Ugye a Dimex-nél nagyon alacsony szinten van minden reprezentálva, az SMT-nél viszont magasabb szinten próbáljuk leírni a megoldandó problémát. Fogunk tanulni egy új formátumot, amit SMT-lib formátumnak neveznek, amiben tényleg magas szinten le tudjátok írni azt a logika áramkört, azt a forráskódot, amit szeretnétek ellenőrizni, azt a szöveges feladatot, amit szeretnétek megoldatni, vagy akár aritmetikai feladatot, amit szeretnétek megoldatni, annyira magas szinten, mintha programoznátok. Tehát itt be tudtok vezetni majd változókat, amiknek nem csak logikai típusa lehet, hanem lehet bennük tárolni egész számot, vagy valós számot, ugyanúgy, mint programozásból. Lehet rajtuk műveleteket végezni, aritmetikai műveleteket, tehát mondjuk összeadni őket, vagy szorozni, vagy osztani. Akár tömböket, listákat használhattok, ugyanúgy, mint programozásban. Tehát jóval-jóval egyszerűbb és megfoghatóbb lesz, mint mondjuk egy ilyen Dimex file, hogyha ránéztek. Ha majd megtanuljuk ezt az SMT-lib formátumot, hát ezt nem ezen az órán szerintem már, hanem a következőn, megtanuljuk, hogy mik azok a legfontosabb utasítás fajták, amiket használhattok. Itt láttok párat ezek közül, hogy ez a következő órán jön majd elő. Én a mai órán még szeretnék foglalkozni, az a következő.
SAT szolvereket, akár ilyen SMT szolvereket használtok, nézzük meg azt, hogy ezeket hogy alkalmazzák a való életben. Igazából azt nézzük, ezt már itt nagyjából ecseteltem nektek, tehát ezt fogom cizellálni, ezt a toolchain tulajdonképpen, hogyha van az eredeti rendszeretek, ami ez esetben egy logika áramkör, azt ugye átalakítjátok Dimax-re, vagy SMT lead formátumra, és végül meghívtok egy szolver, és a szolver kétfajta eredményt ad, és akkor ez mit is jelent az eredeti rendszerre nézve? Tehát ezt fogjuk most megnézni. Na, hát akkor kezdjük. Tehát, ha van egy rendszeretek, mondjuk egy hardware rendszer, mondjuk egy logikai áramkör, vagy egy szoftver rendszer, mondjuk egy szoftver kódbázis, forráskódokkal, akkor mit akarunk ezekkel? Hát verifikálni akarjuk őket, ez egy gyönyörű magyar szó, magyarul ellenőrizni, tehát meg akarjuk nézni, hogy azok úgy működnek-e, ahogy elvárjuk. Vagy vannak bennük rejlő hibák. Ha emlékeztek, itt én az első eladásokon, rögtön az első eladáson mutattam nektek a múltból, főleg a technológiának a történetéből olyan eseteket, amelyeknél valami, mondjuk valami szoftverhiba okozott katasztrófákat. Említettem itt az űriparból ilyen eseteket, amikor felrobbant egy rakéta, egy hordozó rakéta azért, mert benne maradt egy túlcsordulásos hiba a forráskódban, vagy akár az Intel-től is említettem nektek egy ilyen esetet. Tehát nyilván ezeket előre ki akarják szűrni a cégek, ezekről beszéltem akkor, ugye arról van szó, hogy előzetesen, mielőtt legyártják akár az adott hardvert, vagy piacra dobják az adott szoftvert, már le akarják ellenőrizni, verifikálni akarják, hogy az ő rendszerük az hiba nélküli. Hát, hogy hiba nélküli, ez így túl általános, előre ki szoktak kötni hibafajtákat, mondjuk ellenőrzik, hogy nincs benne túlcsordulás, vagy nem osztunk nullával, vagy nincs más aritmetikai hiba, vagy ha van egy tömb a forráskódban, azt nem indexeljük túl. Meg mindenfajta egyéb ilyen hibafajtákat, biztonsági kikötéseket felvesznek a listára, és akkor ezekre nézve verifikálják az eredeti rendszer. Na ezt hogy csinálják? SAT vagy SMT szolverek segítségével. Először is, mint itt mutattam nektek, a rendszert, most ez esetben itt a példában egy logikai áramkört, átírnak hát egy formulára, egy KNF formulára. Ezt a KNF formulát most hagy jelöljem S-sel. S mint system. S mint system, tehát ez egy bazi nagy formula, egy bazi nagy KNF formula, vagy egy bazi nagy close harms. Ezen túl, hogy ezt még megtesszük, szeretnénk felvenni azokat a hibafajtákat, vagy igazából figyelendő feltételeket, amelyeket szeretnék ellenőrizni ezen a rendszeren. Tehát gyűjtsük össze ezeket a feltételeket, és írjuk fel egy másik formulaként, ezt jelöljük C-vel. Tehát itt az S mellett még, az S formula mellett még felveszünk egy másik formulát, C formulát, amiben le van írva az összes olyan feltétel, amit szeretnénk ellenőrizni azon az S rendszeren, vagyis formulán. Ez is egy másik KNF egyébként. Tehát van az S formulánk, ami leírja még egyszer a rendszerünket, meg van a C formula, ami az összes olyan feltételt megfogalmazza, amit szeretnénk figyelni azon a rendszeren. És akkor mit csinálunk? A kettőt összekötjük egy konjunkcióval, és a C-t benegáljuk, tehát itt az egészből előállítunk egy új formulát, még egyszer írom, hogy jobban rögzüljön nektek is. Az S-t összekötjük a C-vel, de ez még nem jó, még be kell negálni a C-t. Miért van ez? Nem tudom, ez mennyire van kifejtve a jegyzetben, csak hogy ne tépjem annyit a számot feltétlenül, belenézek, jó. Következő modulba, 6-os modul. Itt van egy külön fejezet a rendszerek verifikációjáról, és
Hát igen, itt van kifejtve, hogy miért ez a helyzet, miért konjunkcióval kötjük a két formulát össze és a C-t, miért megálljuk. Ezt majd olvassátok el röviden. Az ok az, hogy azt vizsgáljuk, hogy előfordulhat-e az, hogy a feltételek nem teljesülnek az adott rendszerben. Ezért van benegálva a C. Tehát a feltételeknek, a C-ben található feltételeknek a nem teljesülését vizsgáljuk az adott rendszeren. És akkor itt két. Ja, igen. És akkor ugye két KNF fel tulajdonképpen összekötöttetek konjunkcióval. Ezt nem is jól írtam, mert itt a C nem KNF-ben van, a negáció C kell KNF-be átírnotok. Ezt a kettőt összekötitek egy éssel, nyilván ez is egy KNF lesz. Két KNF-et összeköttök és az is egy KNF lesz. És akkor igazából ezt így együtt, ezt a nagyon nagy formulát alakítjátok Dimex-re, és dobjátok be mondjuk egy SAS-szolvernek. SAS-szolver, ugye, mint megbeszéltük, kétfajta eredményt adhat, és akkor most beszélünk arról, hogy ha mondjuk ansatot ad, akkor mi a helyzet? Most akkor hibás ez az eredeti rendszer, mondjuk ez a logikáremkör, vagy hibátlan? Teljesülnek a feltételek mindig a C-ben leírt feltételek, vagy nem teljesülnek? Hát, található ez, de igazából nem olyan bonyolult. Ugye az ansat azt jelenti, hogy nincs olyan interpretáció, ahol ez a formula igaz lenne, ez az S és nem C. Ez azt jelenti, hogy igazából mindig teljesül a C. Tehát nincs olyan helyzet, amikor nem teljesül a C. Ez ugyanazt jelenti, hogy mindig teljesül a C. Tehát a feltételek, amiket kikötöttünk, azok mindig teljesülnek a rendszerben, ergo nincs hiba. Rendszer hibátlan. Ez nem teljesen igaz, pontatlan megfogalmazás, inkább úgy mondanám, hogy a rendszerre kimondott feltételek mindig teljesülnek, és hát ha azok voltak a feltételek, hogy például nincs túlcsordulás, nincs aritmetikai hiba, nincs túlindexelés, ez azt jelenti, hogy minden rendben van. Úgyhogy ezt az eredményt szeretjük. Ha egy cég ezt végigcsinálja, mondjuk az Intel, és végül ansatot kap, akkor örül, mint egy állat valamelyik testrészének, és mondjuk piacra is dobja azt a rendszert, mert az ő értelmezésében az hibátlan. Na de mi van, ha szatot kapunk? Hát akkor bizony hiba van. Ez azt jelenti, hogy van olyan interpretáció, azaz van olyan eset, amikor sajnos a nem C az teljesül, azaz a C hamis. Tehát valamelyik feltétel sajnos sérül, nem teljesül, valami hiba áll fönn, mondjuk nullával osztunk. Ez itt ki fog jönni. A feltételben, a C-ben azon megfogalmazva, hogy nem oszthatunk nullával, ez esetben azt kaptuk, hogy a C nem mindig teljesül, azaz esetleg nullával osztunk, vagy túlcsordulás van. Úgyhogy ezt a kimenetet nem szeretjük, ez szerinti, hogy hiba van. Hál' Istennek a SAS-szolverek, mint láttátok, nem csak ezt az eredményt köpik ki, hogy ansat vagy szat, hanem szat esetben kiköpnek egy interpretációt is. Na ez nagyon fontos. Ez az interpretáció, ez mondja meg, hogy a rendszer mely állapotában jön elő ez a hiba, tulajdonképpen egy ilyen, hát hogy is nevezzem, egy ilyen, hát a hibás esetet kapjuk vissza. Interpretációt, vagy úgy is mondhatnám, hogy ez egy ilyen error trace, tehát egy ilyen tulajdonképpen az hibához vezető útvonal, mi okozta a hibát. Ez nagyon fontos, mert ha a cég megnézi ezt a hibás esetet, akkor vissza tud következtetni az eredeti okokra, tudja javítani azokat a hibákat, kijavította, újra lefuttatja, most már az updatelt rendszerrel ezt a verifikációt, tehát egészen addig, amíg végül ansatot nem kap. Tehát értitek? Tehát újra és újra lefuttatja ezt a verifikációt,
amíg nem jön elő több hiba. Van-e kérdés ebben a szent pillanatban? Nincs. Oké, még van egy kis idő, úgyhogy megyünk tovább. Megyünk tovább. Hát az a helyzet, csak képzeljétek el, mondjuk egy ilyen Intel proci, amit van a gépen van, vagy egy AMD proci, vagy egy az Apple-nek egy procia, vagy egy CPU-ja, vagy egy GPU az Nvidia-tól, hát az baromi bonyolult, az nem egy, nem rajzolható fel egy ekkora logikaáramkörként, rohadt nagy rendszerekről beszélünk itt, ezért kitalálható, hogy ez a formula, amit mi bedobunk a szolvernek, az S és nem C, ez rohadt nagy lehet. Tehát tényleg itt több 10-100 megabájtos Dimax fájlokról beszélhetünk. És ennél még rosszabb a helyzet. Szóval az a helyzet, hogy ezek a rendszerek, mint ez a logikai áramkör, ezek nem is állandóak, úgy értem, az állapotuk nem állandó. Változások történnek bennük, tehát az egyik pillanatban az inputja az egyik kapunak egyes, a másik pillanatban nullás, állandóan változik az állapota a rendszernek, és ezt valahogy követni kell, le kell követni. Úgyhogy a következőt szokták csinálni, próbálják végigkövetni valahány lépésen keresztül, hogy mi történik a rendszerrel. Mondjuk a kezdeti állapotát jelöljük S0-val, ez egy formula képében van leírva, egy KNF képében. Megnézzük, hogy melyik a következő állapotán belép, azt jelöljük S1-jel, ez egy másik nagy KNF formula, aztán jön az S2, az S3, tehát itt tulajdonképpen több lépésen keresztül végigkövetjük, hogy mi történik a rendszerrel. Ehhez megállapítunk előre, definiálunk egy K számot, és azt mondjuk, hogy K lépésig akkor mi most megnézzük, mi történik a rendszerrel. És hát ez ugye azzal jár, hogy ezt az S formulát, amit mi felírtunk, ami már önmagában egy baromi nagy formula lehet, duplikálni kell, vagy sokszorozni. Ahány lépést előre akarunk nézni, annyiszor kell lesokszorozni. Tehát kapunk egy S0 formulát, egy S1-et, egészen egy SK-1-ig, mindegyiket összekötjük konjunkcióval, és a végére oda biggyeztjük a már előbb is elmagyarázott nem C-t. Tulajdonképpen ezzel a formulával, vagy ennek a formulának az ellenőrzésével, verifikációjával azt nézzük meg, hogy vajon ez a hiba, ami azok a feltételek, amik a C-ben le vannak írva, vajon mindig teljesülnek-e a rendszerben K darab lépést, egymás után lépést tekintve. Minél nagyobb ez a K szám, annál biztosabbak lehetünk, hogy sikerült a legtöbb hibát kiszűrnünk. Ha mondjuk 100 lépést előre gondolkodunk, az már nagyobb garanciát adhat, mint hogyha csak 10 lépésre gondolkoznánk előre. Csak hát ugye ez azzal jár, hogy egyre jobban dagad ez a formula. Azért nem mindegy, hogy 10-szer sokszorozzátok lesz az S formulát, ami eleve baromi nagy formula lehet, vagy 100-szor. Úgyhogy ezért mondtam, hogy a helyzet kint a való életben még rosszabb az előbb ecsetelnél. Ez az egyébként is nagy formula S és nem C, még nagyobb lehet, többszörösen nagyobb. És hát ezt kell bedobni egy szakszolvernek, és a szakszolvernek ezt kell kianalizálni. Ezt a megközelítést hívjuk bounded model checkingnek. Model checking azt jelenti, hogy a modelljét a rendszernek ellenőrizzük, a bounded pedig azt jelenti, hogy hát bizonyos korlátig, tehát itt a K lépésszám lenne ez a korlát, bizonyos lépésszámig. Jó, ezt majd szintén olvassátok el a jegyzetben. De igazából ez van írva, csak talán kicsit más, hogy meg lehet egy kicsit bővebben, de nem sokkal bővebben. Jó, még menjünk egy kicsit tovább. Tehát amit ecsetelni akartam nektek, az az, hogy a való életben, főleg kint ipari környezetben, mekkora hatalmas logikai problémákkal kell megbírkozniuk ezeknek a szolvereknek.
és hogy a nagy cégek hogy alkalmazzák ezeket a szolvereket. Ezeket a szolvereket, amelyek olyan kis játéknak tűnnek, tehát itt bepötyögünk számokat, ő meg kidobja, hogy szat vagy anszat, és szat esetben ezt az interpretációt, nagy méretekben igazán komoly dolgokra tudják használni ezeket a szolvereket, és használják is. A nagy cégek manapság, akár hardware, akár szoftver cégekről beszélünk, mind-mind használják verifikációra, akár a SAT, akár az SMT szolvereket. Nézzünk szoftveres példát is, vagy hát ezt terveztem, nem tudom mennyi fér bele az időben, meg úgy emlékszem, hogy reggel ez a weboldal, amin mutogatni akartam ezt a dolgot, ez halott volt, majd most mindjárt megnézzük, mi a helyzet. Szóval ugyanez a helyzet, hogyha nem, ugyanezt tudjátok megcsinálni, és a nagy cég is pont ugyanezt csinálják meg, szoftver esetben, mondjuk, ha ti nem egy hardware cég vagytok, mondjuk nem az Intel vagytok, hanem egy szoftver cég, és forráskódot akartok verifikálni, akkor egy forráskóddal indultok itt az elején, amit valahogy valami kép felírtok, mint KNF-et. Nehéz elképzelni, de higgyétek el, hogy erre már kiforrott módszerek vannak. Tehát a rendszereteket leírjátok, mint egy formulát, KNF-et, ugyanúgy megfogalmazzátok azokat a feltételeket, amelyeket szeretnétek ellenőrizni ezen a darab forráskódon. Hát ilyen feltételek lehetnek például azok, hogy igen, tömbökről már említett, akár azokat, amiket mondtam, tehát nincs túlcsodulás, nem indexelünk túl vagy alul egy tömböt, vagy akár nincs végtelen ciklus, nem lehet végtelen rekurzió, tehát nem léphet fel stack overflow, és még annyi különböző hiba lehetőséget lehet mondani. Például a végtelen ciklus ellenőrzése az egy kemény dió, és az egy nagyon nagy probléma forrás, ami miatt kifagynak ugye a szoftverek, vagy egy végtelen ciklusba keverednek, vagy egy végtelen rekurzióba. Úgyhogy erre is van a cégeknek, hát főleg a nagy szoftver cégeknek bejáratott toolchain-je, tehát olyan eszközeik, amelyeket így sorba kötnek, és segítségükkel futtatják végig az ő szoftvereiket, vagy legalábbis forráskód részleteiket egy-egy ilyen verifikációs folyamaton. A Microsoft például ebben úttörő, nem véletlenül. A Microsoftnak nagyon sok problémája volt kezdetben, manapság már talán annyira nem jellemző, például a kék halállal. Amikor hát jellemző, nagyon jellemző volt például, hogy hardware eszközöknek a driver programjai okozták mondjuk a Windowsnak a teljes fejreállását. Van egy ilyen nagyon híres videó, nem tudom, valaki ismeri közletek, ahol Bill Gates, a Microsoftnak az akkori vezére adott elő valami konferencián, és épp a Windows 98-nak a csodálatosságát ecsetelte, és akkor a demo úgy szólt volna, hogy azt hiszem egy szkennert akartott beüzemelni, és hát jól felreállt a Windows kék halállal. Valószínűleg pont a szkennernek a driver programja miatt. Ha Microsoft azzal kezdett, amennyire tudom, azzal lépett itt a verifikáció irányába, hogy elkezdte ezeket az eszközdrivereket előzetesen ellenőrizni. Aztán manapság már komplett szoftverprojekteket verifikálnak, akár az Office-nak a kódbázisát, nem tudom, hogy a teljes Windows-nak a kódbázisát verifikálják, de el tudom képzelni. Na hát mit mondjak én erről pár percben? Először is meg tudom megnyitni ezt a weboldalt, ami nagyon úgy tűnik, hogy még mindig halott. Ezt nagyon szomorúan látom. Nézzük a második oldalt. Oké, ez úgy tűnik betölt.
Csak hogy adjak nektek egy ilyen benyomást erről az egész, hogy hogy történhet ez az egész ezen a konkrét Microsoftos példán keresztül, de ez nem Microsoft specifikus, amiről beszélni fogok. Hát ugyanez, ugyanúgy a szoftververifikációt művelik a nagy szoftvergyártók, mint a Google, vagy az Apple, vagy mit tudom, Samsung, tehát ezek a nagy cégek mindenképp, és hát egyre kisebb cégek is alkalmazzák ezeket. Hú, mit mutogassak itt talán ezt a képet? Ez a kép borzasztó gyenge felbontású, hát nem láttok valamit. Csak az ötletet adom meg. Itt láttok különböző túlneveket, ezekkel nem nagyon foglalkozatok. Azzal foglalkozatok, hogy képzétek el, hogy ti programozók vagytok, már pedig valamilyen szinten azok vagytok, és a legfelső szinten ontjátok magatokból a kódokat különböző programozási nyelveken. Hát ott én a C nyelvnek látom a nevét, tehát C-ben nyomjátok a kódokat, nyomhatjátok C-sharpon is, Java-ban, Python-ban. Látom itt még a SpecSharpot. A SpecSharp az egy olyan leíró nyelv a Microsofttól, amiben tulajdonképpen azokat a bizonyos ellenőrizendő feltételeket tudjátok beleírni a kódotokba. Mindenesetre összeraktok egy kódbázist benne az ellenőrizendő feltételekkel, és akkor itt szépen különböző toolokon keresztül átfordítódik, ugye ott látjátok azt, hogy translator, tehát egy ilyen fordító program segítségével a kódbázisotok átfordítódik valami nyelvre, ami végül itt szépen levándorol egy SMT szolverhez, tehát egy szolverhez, aminek ugye amiben benyomjuk inputként a forráskódunknak egy ilyen átfordított változatát. Itt már kicsit előre mutogattam nektek, hogy hogy néz ki majd ezeknek az SMT szolvereknek a bemenete, tehát hogy különböző utasítások lesznek, mint ezek, amiket itt láttok, vagy ezek. Mint mondtam, hogy következően fogunk ezekkel foglalkozni. Minden esetre egy ilyen automatikus fordítás történik, hát most nem Dimex formátumra, hanem az SMT szolvereknek ezeknek az input formátumára. Vagy így kell ezt elképzelni. Tudom, hogy ez nagyon homályos, amit most mondtam, és higgyétek el, nekem is eléggé az, tehát én nem tudom például, hogy Microsoftos esetben mondjuk egy ilyen C-sharpos, spec-sharpos kódbázis hogy tud átfordítódni az SMT szolvernek a nyelvezetére, de vannak erre túlok. Igen, tehát itt is például mindenfajta túlokat listáz a Microsoft, amiket használnak, vagy használhatnak ebben a toolchainben. Na, szóval ez a gyakorlati oldala ennek, ez manapság a helyzet sok cégnél, és hát amit mi ebből megnézünk, az csak a legalja, hogy mik ezek az SMT szolverek, tehát ezekkel fogunk következő alkalommal játszadozni. Igazából amit majd csinálni fogunk, nem csak, hogy itt elmondom, itt megosztom veletek az igét, hanem fogunk konkrét példákat is megoldani, nem is egyet, nem is kettőt, akár szoftververifikációs példákat, esetleg, hogyha nem bírjátok ki, nem is jövő héten lesz óránk, hanem két hét múlva, nem bírjátok ki szünet utánig, nyugodtan nézegessétek a modult, itt van egy csomó feladat megoldva, vannak azt hiszem videók is, vannak videók is, és izguljatok, hogy mi minden problémát tudunk megoldani SMT szolverekkel. Itt hagyugodjak a végére, például köztük lesz ez a probléma is. Erről kicsit hagyd beszéljek a maradék pár percben. Ez egy úgynevezett csempézési probléma. Hát, hogyha hideg burkolók vagytok, akár akkor is szembesedtek azzal a problémával, hogy mindenfajta maradék csempék vannak, vagy mozaikkészítők vagytok. Mindenfajta darabkák vannak, és azokat egy adott területen el kellene igazgatni. Most ugye kb. A viccet félretéve, ez egy olyan feladat, ami nagyon sok ipari területen előjön. Például a raktározásban. Képzétek el, hogy van egy raktárotok, vagy egy cégnek van egy raktára, és oda be kell zsúfolni nyilván a különböző cuccokat,
Hát jó lenne előre kiszámítani, hogy lehetne optimálisan elrendezgetni azokat a cuccokat, hogy be is férnek. Vagy van egy kamionotok, vagy van egy furgonotok, oda berakosgatni a dolgokat. Itt van például Egerben az egyik legnagyobb ipari cég, a CETEF, ugye ez egy német cég, mint a neve sugallja. Nekik van egy raktáruk, képzeljétek el, ami teljesen automatizált, amennyire én tudom. Tehát ott robot targoncák hozzák viszik a dolgokat, és központilag, szoftveresen vannak vezérelve, tehát ott előre el van tervezve, hogy mit, hova fognak, melyik polcnak, melyik szegmensébe felrakodni. Tehát ez a probléma akár ott is előjöhet raktározásnál. De mondok egy másik példát gyorsan. Volt egyszer nekem egy szakdolgozó hallgató, aki a szakmai gyakorlatát egy olyan cégnél végezte, amely üvegipari cég volt, és ott az alapfeladat az volt, hogy ha behoznak egy nagy üvegtáblát az üzembe, abból előre meghatározott alakú formákat vágjanak ki. Hát ott is előre meg kellett tervezni, hogy mi lenne az optimális elrendezgetése a formáknak az üveglapon, amikből aztán kivágnánk azokat a formákat. Ráadásul üvegvágás az nem csak úgy van, hogy bárhogy lehet vágni az üveget, hanem amennyire emlékszem, csak egyenes vonal mentén. És hát a cél nyilván az volt, hogy minél több mindent ki tudjanak hozni egy üveglapból, ergo minél kevesebb szemét keletkezzen. Szóval például ezt a problémát is be lehetne dobni egy SMT szolvernek, persze ez le kell először írni a nyelvezetben az SMT szolvernek a problémát, aztán hagyj menjen. Jövő órán ezzel is foglalkozom, meg vannak itt még mindenfajta egyéb más, mindenfajta feladványok. Ez a jó az SMT szolverekben, hogy olyan magas szintű a nyelvezetük, hogy nagyon sokfajta feladatot meg lehet velük oldatni. Akár hardware, software verifikációról van szó, akár ilyen ipari feladatokról, akár játékos fejtörőkről, akár számolási problémákról, bármi. Na, szóval jövőre ezeket nézzük meg, aztán kimaxoltam megint az előadást, de úgyis késtem 10 percet, úgyhogy ennyi fért a mai napba. Köszönöm a figyelmet, ha esetleg van még bármi komment vagy kérdés, még most mondhatjátok. De már úgyis alig maradtatok. Úgyhogy köszi a figyelmet, sziasztok!